Lehajtom fejemet a hősök emlékének. Kik fáklyák, lángok, fények, tudták, miért élnek. Messzire néztek, látták, a holnap, amiénk lesz. Találtak egy mécsest, vége lett a sötétnek. Október 23-án az 1956-os forradalom hőseire emlékezünk. A magyarság sorsát bemutató dalszövegeivel a fiatal korosztály számára is utat mutat a Kormorán zenekar, akiktől az imént hallott dalszövegrészlet is származik. Mai adásunk vendége pedig nem más, mint ennek a nemzeti rockzenekarnak az énekese. Fehér Nóra életének már gyerekkora óta része a zene és az éneklés. Hegedülni és zongorázni tanult, majd néprajz és énekszakon szerzett diplomát. 21 évesen lett a folkrockot játszó Kormorán zenekar énekese, azóta pedig nem csak zenei színpadon, de több színházi szerepben is láthattuk már. A mai adás a Hősök emlékére című dallal indult, és ahogy hallgattam és ismerkedtem a dalszöveggel, arra gondoltam, hogy igazából a Kormorán dalszövegek versként is megállják a helyüket. De nagyon fiatalon, több mint 10 évvel ezelőtt kerültél be a zenekarba, 21 évesen, hogyha jól tudom. Így van. Neked akkor mit jelentettek ezek a dalszövegek? Hogyan tudtál ezekkel azonosulni? Nagyon érdekes, mert hozzánk Vajdaságba, ugye vajdasági származású vagyok, és oda nem igazán jutott el a Kormorán zenéje. Úgyhogy amikor én először találkoztam a zenekarvezetőnkkel, Koltai Gergellyel, akkor igazából 3-4 dalon kívül nem igazán ismertem többet. A Gergő szerintem abban nagyon jó, hogy olyan dalokat ír, amik mondjuk több nemzeti ünnepen is megállják a helyüket. Pont egy ilyen, akár a Hősök emléke is, vagy akár Aki szívét osztja szét, az is bármilyen ilyen nemzeti ünnep, vagy bármilyen más alkalmon is szerintem megállja a helyét, de akár van egy Harangok dala című dalunk, ami szintén olyan, hogy akár március 15, de akár 56, és hát szerintem még akár október 6-a is, tehát bármilyen nemzeti ünnepen megállják a helyüket. Hogyan tudtam azonosulni akkor ilyen fiatalon ezekkel a dalokkal? Igazából belénk már kicsi gyerekkorunk óta belénk nevelték a szüleink azt, hogy a testvéreimben meg belém is, hogy milyen jó magyarnak lenni, és hogy legyünk erre büszkék, és hogy a határon túlon kisebbségként mennyire fontos az, hogy tudjuk azt, hogy mi igenis magyarok vagyunk, és bármi történjék, akkor is erre legyünk büszkék. És azóta, hogy viszonyulsz a Kormorán dalokhoz, dalszövegekhez, mennyit változott a kapcsolatod velük? Igazából nem változott. Ez akkor is már az elejétől kezdve ugyanúgy a magaménak éreztem. Ugye én egy nagyon jól menő formáció után kerültem a zenekar élére énekesnőként, és nagyon-nagyon nehéz volt helyt állni. Egyrészt ennyire fiatalon, másrészt, hogy volt egy rajongótábor, aki nagyon-nagyon szerette a Kormoránt, és nyilván nem mindenki nézte jó szemmel azt, hogy most mit keres itt ez a 21 éves kislány, gyakorlatilag nem tudja, hogy kell színpadon létezni. De te is féltél ettől, hogy fogadnak? Én nagyon-nagyon féltem. Van kedvenc dalod? Van kedvenc dalom, igen. Az egyik, hát az elmúlt 2-3 évben, amióta a gyermekeim születtek, azóta az Egy angyal mindent lát című dal az egyik kedvencem. Gondolom, amióta anyuka lettél, azóta ez teljesen más értelmet kap. Igen, van. Abszolút, abszolút más értelmet kap, úgyhogy ez az egyik kedvencem. Angyalok éneke, vigyázz le át, angyalok szárnyán hazatalálsz. És a Kormorán kapcsán, vagy által kerültél be a színházi világba is. A Komáromi Magyar Lovas Színháznak írt a Gergő egy darabot, egy rockoperát, a Honfoglalás című rockoperát, és kórusokat mentem felénekelni, és egyszer csak nekem szegezte a kérdést, hogy hát nem szeretnék-e én is szerepelni ebben a darabban, mert akkor írnak nekem egy dalt bele, és mondtam, hogy hú, én nagyon szeretném kipróbálni magam. És aztán végül is ez hozott egy lavinát a Lovas Színházban, ugye a mai napig dolgozom. De te tudtál lovagolni? Nem tudtam. És az most már tudsz. Helyjel közel. Itt a
nem csak a Komáromi Magyar Lovas Színháznak vagy tagja, hanem Győrben is nagyon szép szerepeket játszottál. Igen, én nagyon-nagyon szerettem Győrbe lenni. Hát, hogyha van ebben az országban olyan musical színésznő, aki nem vágyik arra, hogy eljátsza Elizabeth szerepét, szerintem nincs ilyen. Szerintem minden musical színésznőnek ez valahol egy álma. Nekem ez az álom teljesülhetett, ugyanis 2019-ben, decemberben mutattuk be az Elizabeth című csodálatos musicalt. Kislánykorom óta énekesnő akartam lenni, de valahogy az utam egyenesbe soha nem erre vitt, hanem mindig így megkerülve. De akkor milyen szerencsésen? Na igen, valahogy a jóisten gondolom, hogy azt szeretné, vagy annak szánt, hogy én mégiscsak színpadon legyek és énekeljek. Mert hogy a néprajz énekszakon indultál el, és igen, szereztél diplomát. Igen, valójában én azért iratkoztam be annak idején a néprajz szakra, mert népzenekutató szerettem volna lenni. Aztán igazából nagyon-nagyon sok más impulzus ért az egyetemen, ami miatt a népzene irányából egy egészen másik irányba tértem el, szakdolgozat, diplomamunka terén is, és hát nem beszélve arról, hogy másodéves egyetemista voltam, amikor bekerültem a Kormoránba. Tehát, és hát ez is milyen csodálatos út, hogy igen, akkor ott bent van az ének, a népzene, kicsit a rockzene is, igen, tehát egy nagyon jó kis elegye ennek, igen, az egésznek. Igen. Hogy a ruhatáradban mennyire látszik a népi vonal, vagy a rock vonal, azt most megnézzük, de útközben jönnek a villámkérdések. Gyakés. Első kérdés, ki a kedvenc nem népi és nem rock előadód? Kéti Melua. Melyik a kedvenc süteményed? Tripla csoki torta. Melyik a kedvenc évszakod? Nyár. Mondj valami olyat, amit senki nem gondol rólad. Félek a sötétben. Mi az első, amit reggel csinálsz ébredés után? Reggelit csinálok a gyerekeknek. Melyik a kedvenc regényed? Vas Albert Funtinelli boszorkány. Van szerepálmod? És már megvolt. És mi az? Az Elizabeth. De szép. Mi a hobbid? Olvasás. Szoknya vagy nadrág? Nadrág. Mondj három szót, ami leginkább jellemző az öltözködésedre. Színes, fekete és bohókás. Na, akkor ezeket meg is nézzük, hogy hogy jelenik meg a ruhatáradban. Nóri, mi a legjellemzőbb a te öltözködésedre? Mi, ami a leginkább nóris? Hát talán ezek a virágos, most nagyon virágos korszakomat élem. Mindig is szerettem nagyon az egyedi dolgokat, vagy az egyedi ruhákat, és a virágos, a tarka, a színes, nagyon sokáig hippi voltam. Egy kicsit visszaköszön mondjuk kicsit ezen a nadrágban. Visszaköszön, igen, ebben a nadrágban, ezt nagyon-nagyon szeretem, sajnos vége van a nyárnak, úgyhogy a szekrény mélyére fog kerülni, de azért elhoztam, mert a nyáron sokat viseltem. Vagy például ez a zakó is, ezt akár hétköznap is, de még színpadra is fel szoktam venni. Igazából nem annyira magyaros a mintája, sőt semennyire sem talán, de mégis nagyon-nagyon jól tud mutatni. Bohókás, ezt a szót kerestem, bohókás. Talán a bohókás ruhadarabok azok, amik így engem jellemeznek. Egyáltalán nem félsz, úgy látom, a színektől és a mintáktól. Nem. A népi motívumok mennyire jelennek meg a te mindennapi öltözködésedben? A mindennapi öltözködésemben talán ennyire konkrétan nem jelennek meg, mint amennyire mondjuk a színpadon használom, viszont próbálom kiegészítőkkel talán ezt jelezni, hogy egy kicsit folk arc vagyok. Hogyha nem tudom, ide mehetünk egy picit, akkor mutatnék, van egy ilyen nemezelt hajgumim, ezt is nagyon szeretem, vagy egy nemezelt hajcsat, ezeket előszeretettel bele szoktam tenni a hajamba, és hát ez például egy mindennapi hasitasi, ebbe szoktam beletenni telefon, kulcs, bankkártyás, mindenféle kártyatartó, úgyhogy talán ilyenekben jelenik meg főként a hétköznapokban az, hogy a népi motívumok. És akkor színpadon mit viselsz? Gondolom, ez a fekete szekció azért van így külön. Igen, igen, többnyire fekete és a fehér az, amit a színpadon használunk, vagy alkalmazunk mindnyájan, az egész zenekar egyébként. Azért sokan vagytok. Sokan, és igen, azért kell valami összkép, egy és akkor összkép ezek szerint kell. Ez a fekete. Igen, ez a fekete, igen. Hát a fiúknál ugye ők variálhatnak, hogy fekete nadrág, fehéring, de többnyire azért legtöbbször feketében van mindenki, én is. Azért itt is a népi motívum is visszaköszön, ez is egy fellépő zakóm, ezt is nagyon-nagyon szeretem. De jó anyaga van. Könnyed viselésű, bár ez valószínűleg gépi hímzés. Persze, csak a jellege, úgyhogy, de a jellege mégis megvan. Az mégis megvan, igen.
Azért azt észreveszem, hogy kicsit a rocker Nóri is itt van. Igen, van egy kicsit rocker Nóri, ezt is nagyon szerettem, ezt a ruhámat. Ezek a kis nittek nagyon vagányá tudják tenni. Annyira érdekes ez is, hogy gyakorlatilag egy sima kis tunika-szerűség, és van benne két ilyen nitt sor, és rögtön ad egy jelleget az egész ruhának. A mindennapokban nagyon szereted a kis színes kabátokat. Igen. És a vastag pulcsikat. Igen, nagyon fázós vagyok egyébként, nagyon-nagyon fázós vagyok, és ez egy nagyon különleges darab, nagyon-nagyon szeretem. Ugye én vajdasági származású vagyok, és ezt a pulcsit abban a városban kötik, ahol gyakorlatilag én is lakom. És az is az érdekessége, hogy ott nálunk igazából nem is nagyon lehet megtalálni őket, hanem külföldre gyártják ezeket a pulóvereket, úgyhogy ismeretségen keresztül lehetett bemenni a Varodába és úgy megvenni. Nagyon szeretem, ez egy nagyon kedves darab. Itt van még ez a kis virágos zakó, amit nagyon-nagyon szeretek, és ennek van egy nagyon muris története, hogy amikor ezt megvettem magamnak, akkor a következő hétvégén elmentem benne egy koncertre. Lóci Jáci koncertre mentünk, én nagyon szeretem őt, ugye ő is vajdasági, és oda jött mellém egy srác, és így behajol, Woodstock milyen volt? Megkérdezte, és így azóta ez a Woodstock milyen volt zakom, mert hogy úgy látszik neki, ez jutott róla eszébe, jót nevettünk. Úgyhogy ezt nagyon szeretem, ezt a kis virágos zakómat. A gardróbodban nagyon szépen keveredik a modern és a hagyományos, most ellátogatunk egy tervezőhöz, aki szintén ezt a két stílust ötvözi, addig pedig következzen Fanni. Évszázadok alatt formálódott, nemesedett a magyar kultúra egyik híres alkotása, a díszmagyar. Sok száz szabómester, ötvös és kardműves alakította ki a magyar hölgyek és urak pompás viseletét. Hosszú évszázadok alatt alakulnak ki a formák, de tulajdonképpen a megjelenését, a viselet történészek a kezdetét, azt az 1830-as koronázásra teszik. A díszmagyar ugyanis kizárólag az arisztokrácia viselete volt ekkor. Aztán jön utána egy hosszú időszak, a 48-as levelt forradalom, és utána egy egészen másfajta viselkedésmód, tehát nem csak reprezentálja, nem csak a nemzeti identitást fejezi ki, hanem protestálnak a ruhákkal. Nem véletlen, hogy 49 után, ilyen 50-es évektől kezdve leginkább fekete öltözeteket hordanak, hiszen nem volt gyülekezési szabadság, így az emberek a temetéseken találkoztak. És belement a díszmagyar formai sajátosságai a hétköznapokba is. Gyerekektől az aggasztjánokig mindenki viselte ezt, egészen a kiegyezésig. Voltak időszakok, amikor hétköznapi viseletnek számított, illetve volt olyan időszak is, amikor a hivatalokban a férfiak csak díszmagyarban mehettek be? Igen, már a reformkortól kezdve a pozsonyi diétára csak magyar díszöltözetbe mehettek, ez az időszak egyébként az Attila születése is. Itt is láthatjuk, hogy ez a túldíszítettség gazdag ékszer használat jellemzi, de melyek még pontosan a jellemzői? A mai ember számára lehet, hogy túldíszített, de a korszakban, 1860-ban ez egyáltalán nem tűnt annak. A férfiakra érdemes néhány szót vesztegetnünk pluszban, hiszen ekkor alakult ki a díszmagyarnak a ékszerkészlete is. Készítettek nagy ékszerkészletet, amiben benne volt a szabja is, és kis ékszerkészletet, amiben értelemszerűen szabja nincsen. Nagyobb gombokat tettek a mentékre, az oldalába kisebbeket. Nagyon fontos, hogy a díszmagyarnak az anyaga is méltóság teljes, ez a bársony. Hát az anyaga is, és ne felejtsük el, hogy azért ez a korszak még
még nagyon felhasználja a természetes alapanyagokat, tehát a selyem az selyem, és nem műselyem. Rögtön látszik az öltözetek esésén és fényén. A bársony is például selyemből készült, mint amit itt láthatunk, a női ruhát, ami a koronázásra készült díszruha. Igen, az nagyon érdekes, hogyha díszmagyarra gondolunk, akkor nekem például első körben a férfi öltözet jut eszembe, de hát nőknek is készült díszmagyar. Igen, de azért a férfi öltözet azért az meghatározóbb, hiszen a férfiak jelentek meg nagyon sok ünnepen, kizárólag, sőt, hát ők viselték a tisztségeket is. És melyek a női díszmagyar jellemzői? A női díszmagyar jellemzői is évszázadok óta megvannak, ez a váll, vagy itt már vállfűző, halcsontos vállfűző, szoknya, ami elég mindig kötényt kötnek, ami talán furcsa a mai ember számára, hogy egy díszöltözeten a kötény jelenik meg, és alatta ingvállakat viseltek a hölgyek. A 19. században azonban már az elejét, ami az a fehér elejét, és ezen egy fűzésdísz volt gyakorta, és az ujját belevarták a ruhába, tehát így ez a felső rész, ez mint ruhaderék, hátul gombolódott, vagy kapcsolódott, és így egy kétrészes öltözetté változott, vagy hát három rész a kötényt is beleszámítjuk. Ez a díszmagyar 1896-ból van, és elképesztő a különbség az előzőhöz képest. Igen, 1896 az egy óriási ünnepség sorozat volt a magyarok számára, hiszen Magyarország 1000 éves fennállását ünnepelték, és valóban ez a díszmagyarok kialakulásának, hát mondhatjuk, hogy olyan csúcspontja, ami egyben már a hanyatlás jeleit is mutatja. De azt gondolom, hogy egy ilyen díszmagyar azért egy tartást is adhatott a férfiaknak. Igen, ez a csizmás viselet egyébként is szerintem nagyon elegáns viselet volt abban a korban. És itt kiegészítőként láthatjuk például ezt az aranyszínű kardot. Igen, ez egy ilyen íves szabja, ami hozzátartozott, és mint mondtam, a nagy ékszerkészletbe ez beletartozott. És minden, ami az úron látható. Ezt itt, amit lent látunk, ezt övként viselték? Az alsó, a hosszú az öv, és a felső az pedig mentekötő. Dicsőség volt az, hogy az ősöm öltözetét magamra vehettem, mert egyrészt van olyan nemesi ősöm, akitől ezt örökölhettem, és ebben jelentek meg hölgyek és urak egyaránt. De ez az óhaj, hogy a nemzeti identitást kifejezzék, ez szerintem a mai napig él az emberekben. Mi pedig most térjünk vissza Editékhez, akik Hampel Katalinhoz látogatnak el. A Hampel Katalin nevével fémjelzett márka 30 éve a kézműves, magyar tradíciókon alapuló egyedi ruhadarabokból áll. Kreációi hagyományokhoz hűen jelenítik meg az elmúlt korok díszítő elemeit. Célja kulturális örökségünk átmentése, a régi magyar viseleti hagyományok újraélesztése mai hordható, divatos formában. Katalina, ruháidban a hagyományos minták zsinórozás jelenik meg modern fazonokon. Hogy indult el nálad ez az ötlet, hogy mikor jött az ötlet, hogy ezt a kettőt ötvözni kell? Hát édes Tova, 37 éve dolgozunk a régi viseleti hagyományok megőrzésén és átörökítésén. Először népviseletekkel kezdtük, a régi népviseleteket alakítottuk át, ötvöztük az új anyagokkal, mert 100-150 évvel ezelőtt sokkal kisebbek voltak az emberek, és utána a rendszerváltás táján jött ez az ötlet, hogy a csodálatos, gyönyörű, az arisztokrácia által megteremtett, törököktől örökölt viseleti motivumokat felelevenítsük, és azzal díszítsük a ruhákat, amiket igyekszünk teljesen ma hordható divatos formában, de a díszítéseket viszont autentikusan megteremteni. Yeah.
Ez egy régi népi ruhának a díszítése, meg ez a része, ez az eredeti régi népi ruha. A többi része az már új, mert ilyen pici és ilyen széles volt a kabátka, úgyhogy minden, ami díszítés, ezt lebontjuk a régi dolgokról, és új anyagra, új formára rátesszük. Ez is egy ilyen régi népi darab, vagy akár ez is. Itt is ez a része, ez egy régi blúzúj volt, és ezt applikáltuk föl, és körbe zsinóroztuk erre a teljesen új lemvászorra. Tulajdonképpen én úgy mondom, hogy ez egy értékmegőrzés, mert ma már senki nem gyűjti a régi ingeket, de így talán tovább tudnak élni. Bocsánat, tehát akkor ez egy valamikor használatban lévő ingnek a része így volt? Így van, így van. Gyönyörű. Rengeteg gyönyörű ilyen régi ingünk, alsó szoknyánk van, és hogyha van egy kis időnk, ami általában nincsen, de ha van, akkor mindig visszanyúlunk ezekhez a gyönyörű, szép régi népi dolgokhoz. Ez gyönyörű, gyönyörű. Egy egész gyűjteményed van régi viseletekből, és ezeket a divatbemutatókon láthatjuk is. Igen, a divatbemutatókat mindig egy kormorán számmal kezdjük a jó magyarnak lenni, és ez az énekre mutatjuk be a gyönyörű szép régi, nagyon sok tájegységről összegyűjtött eredeti ruhákat. Ez nem árul, ez nem eladó, de szeretném mindig a közönségnek megmutatni, hogy micsoda gazdag viseleti kultúrája van a magyarságnak. Nagyon sok olyan elnevezés vagy szóhasználat van a régi hagyományos ruháknál, amit ma már nem használunk. Ezek fazonokra, illetve zsinórozásokra, technikákra vonatkoznak. Hát eleve nagyon sok német szót használunk, mert ugye a reformkorig németül beszéltek, tehát a szabászatban a Rádlitól kezdve rengeteg német szó. Persze aztán van, amit a franciáktól vettünk át, mint például a korszázs, ami németül mider, magyarul fűző. Megnézhetünk egy ilyen fűzőt? Hát szerintem nézzük meg a Nórin egy ilyen fűzőt. Jó, rendben. Jó. Gyönyörű ez a szett, és ugye felkerült egy kabát is. Úgy van, gyönyörű. Tényleg az emberi királynőnek érzi magát benne. Egyből más a tartás. Egyből. Jó, mondjuk ez a korszázsnak? Korszázs, vagy mider. Vagy fűző. Vagy fűzőnek is köszönhető, ugye ez a alapból valahogy úgy összerántja az embert, vagy nem tudom is. Mert halcsont van benne, és hátul, megmutatjuk, hogy hátul hogy fűzzük be. Tehát megvan ez a fűző jellege. Igen, ezzel beállítjuk, hogy igazi gyönyörű szép formát csináljon, és oldalt van egy cipzár benne, hogy egyedül is föl lehessen venni, mert az inasok újabban szabadnaposok sajnos. Hát azért azt meg kell vallani, hogy a két gyerkőc mellől most, amikor én kijöttem a próbafülkéből és benéztem a tükörbe, akkor azt éreztem, hogy Úristen, egy kicsit újra szép vagyok, vagy nem tudom, amikor a hajam nem kócos, és hogy a gyerekek nem futkároznak körülöttem, azért ez a ruha, ez tényleg gyönyörű, nagyon eszméletlen szép. Nagyon szép. És ez egy alkalmi viselet, de vannak olyan darabok is itt a szalonban, amik akár hétköznap is viseltük az utcán. Persze, nagyon figyelünk arra, hogy semmiképp se jelmezszerű ruhákat készítsünk. Ez például egy lefelé szűkülő vajszínű szoknyával, nagyon elegáns, ez az Attila kabát, ez a zsinórozás. Az eredeti Attila kabátok zsinórozásáról vettük a mintát. És ugye itt fontos tudni, hogy ez egyetlen zsinór, ami végigmegy, és ez egy precíz munka, amíg hát ezt végig tervezik. Ez egy iszonyú precíz munka, itt elkezdik a lányok a tetejénél, és ugyanazzal az egy zsinórral kell végig zsinórozni az aljáig, mert ezt nem lehet megtoldani. Ezt úgy készítik, hogy először a motivumot fölrajzolják egy selyempapírra, tehát a selyempapírt rávarják a ruhára, utána fölzsinórozzák a ruhát, és utána ki kell tépni a selyempapírt a zsinór alól. Úgyhogy hát nagyon nagy munka és nagyon nagy türelem kell hozzá, és nem sok varrónő tudja csinálni ezt.
Mert azért találtuk ki, hogy a fiataloknak is legyen egy olyan viselet, amit szívesen hordanak, és a mai kornak megfelelő, és mindig belül valami szép kis bezetszet teszünk, az is egy német szó. Hol szívecskék, az a kedvencem, vagy virágok vannak benne, ha esetleg, hogyha itt fölhajtja az ujját, ott is van egy kis szívecskés rész. Kicsit keverhetjük mi is az utcán ezt a megjelenést és a hagyományokat, ugye most ez egy farmer felső, egy farmer nadrággal, de farmer nadrággal akár egy kicsit, nem tudom, komolyabb, vagy nem tudom, hogy nevezzem, klasszikusabb felső hát részt is tudunk hordani. Próbáljuk meg akár ezt a kabátot. Igen, ezeket az aranyzsinóros kabátokat nagy előszeretettel vásárolják az amerikai művészek nálunk. Férfibe is csináltunk, el nem tudtam volna képzelni férfi kabátot aranyzsinóra. Több híres amerikai énekesünk, zenész vevőnk van, például a Pálé Royale-nak, a dobosának is nem egy kabátot készítettünk, de kedves vendégünk Jeremy Irons, és aki a Budapesten jár, akkor mindig eljön, elhozza az ismerőseit, barátait, és nagy öröm számunkra, hogy nagyon megbecsülik, nagyon tetszik nekik a magyar viselet. Csodálatosak ezek a ruhák. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük, hogy körbenézhettünk, és azt is, hogy megnézhettük a te ruháidat, Nóri. Ennyi volt mára a Stíló, tartsatok velünk a jövő héten is.